Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk dr. Farkas Béla, szülésznőgyógyász főorvos, akivel a kórház beruházásáról fogunk beszélgetni. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Farkas Béla, a Kátai Gábor Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának vezető főorvosa, illetve a központi műtő vezető főorvos. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Március 18-án egy ünnepség volt a Kátai Gábor Kórházban, lezárult ismét egy pályázat, melynek keretében 669 millió forintos beruházást valósítottak meg. Ezzel kapcsolatban, ezzel a beruházással kapcsolatban azért hívtuk meg önt egy stúdió beszélgetésre, mert ott elhangzott, hogy a központi műtőben is végeztek beruházást, felújítást, eszközvásárlást. Mit kell tudnunk nagy vonalakban erről a pályázatról, mióta használják ezeket az eszközöket, aztán majd áttérünk az ön területére. Igen, hát izgatottan vártuk ezt a napot, mely napon gyakorlatilag átadásra került a teljesen felújított műtői blokk. Tudni kell róla, hogy a legjobb dolgokról mindig megkérdezik, hogy mi az, ami egyedi ebbe a dologba, ami különlegessé teszi és egyedivé ezt a központi műtőt. Itt Karcagon azt teszi egyedivé a nagyszerű felszereltség mellett, hogy 7 műtő helyezkedik el ebbe a műtői blokkba, plusz a szülőszoba. És a szakmák külön műtővel rendelkeznek, és még ezen belül is külön műtő szolgál a különböző tisztasági fogok, vagy különböző műtéti eljárásoknak a elvégzésére, mint például a császármetszések végzésére. Teljesen új külön műtő szerepel, ahol csak császármetszéseket végzünk, illetve külön műtő a laparoszkópos műtő, ahol a minimál, úgynevezett minimál invazív technikával végezhető műtéteket végezzük. Ez a műtői blokk, tehát ez az sajátossága, ez a műtői blokknak a felújítása gyakorlatilag a linoleum padozaton keresztül egy teljesen új padozat került föl vitelre. Itt ugye a sajátosság az, hogy itt nem lehet az, hogy rés legyen ezen a linoleum padozaton, résmentesnek kell lenni, illetve rengeteg elektromos műszert használunk, ezért földeltnek is kell, hogy legyen. Ezen kívül a klímaberendezésnek a korszerűsítése, megújítására is sor kerül, mert itt sem mindegy az, hogy milyen levegő kerül a befúvásra, mert ugye a steril levegőnek kell, hogy keringjen a műtőben. Pontosan ezzel kapcsolatban szerettem volna érdeklődni, hogy ez a klímaberendezésnek a megújítása, ez mit jelent az önök munkája szempontjából? Mert ugye általában a beteg, akit műtenek, ő alszik. Igen, a beteg alszik, de a legfontosabb tényező az egész műtét folyamán az mégis a beteg és az ő hőmérsékletének a fenntartása. Tehát itt a műtőben azért nem azt kell nézni, hogy jó hűvös legyen, ugye, és ne izzadjunk le, de hanem az egyenletes hőmérséklet, aminek a biztosítása,
ami egyrészt ugye a Műtői Tímnek sem jelent megterhelést az, hogy túlságosan meleg legyen, viszont a beteg szervezetére sem hat olyan hatással, hogy túlságosan hideg legyen és lehűljön, mert ez az egyik legveszélyesebb a műtét során. Ugye főleg nyitott hasi műtéteknél a betegnek a lehűlése ellen védekeznünk kell. Tehát egy biztos, a klimatikus viszonyoktól független hőmérsékletre van szükségünk. Ezen kívül a felújítás már, ahogy megyünk be a műtőbe, találkozunk mint egy nagy kávéautomatával, ami a zsilipruha adagoló készülék, ugye mindenkinek van egy kódja, és azon a kódon keresztül ad egy ruhát, egy egyszer használatos zsilipruhát, amiben egyáltalán be lehet menni a műtőbe. Ugye az nyilván mindenki számára közismert, hogy hát kell öltözni a műtőbe, csak úgy lehet bemenni, és azt követően bemosakodást után pedig steril ruhát kell, hogy fölvegyünk a műtétekhez. Hogyan látja, ha most majd mindjárt beszélünk az eszközökről bővebben, ha így rangsorolni kellene, akkor mennyire lett mondjuk ez a műtőblokk modernizálva? Tehát, hogyha így környező kórházakkal összehasonlítjuk, akkor most mit lehet elmondani erről a kórházról? Vagy ennek a kórháznak a műtőjéről? Büszkén mondhatom, hogy ezt nem a környező kórházakkal lehet most összehasonlítani, hanem ezt világviszonylag is össze lehet most hasonlítani ennek a műtőnek a felszereltségét és kinézetét, tisztaságát. Ugyanis a műtőn belül akkor teljesen új műtőasztalok kerültek beszerzésre, amelynek távirányítóval elektromosan állítható, dönthető, különböző részek, különböző féleképpen éppen a betegségének és a műtét technikai kivitelezésének megfelelően. Teljesen új traumatológiai műtőasztal került beszerzésre a különböző felszerelségekkel együtt, ahol ott ugye a végtagok nyújtásának speciális eszközei vannak. Teljesen új műtőlámpák kerültek felszerelésre az új ledes technika megvilágítással, nagy fényerővel, nem sugározza a meleget, hanem csak a fényerőt. Tehát a környezet az olyan, ami nem a környező műtőkkel, hanem világviszonylatban is nyugodtan lehet mutatni és bemutatni és összehasonlítani, és ott van a topon. Hát ehhez gratulálunk, jó munkát kívánunk a műtétekhez. Információim szerint már decemberben érkeztek eszközök, műszerek. Ezekről beszéljünk most egy picit bővebben. Hát a környezet adott, ugye, egy csodálatos környezet, és ezen belül pedig rengeteg olyan műszert kaptunk, ami ma a csúcs technológiának, high-tech technológiának mondható. A sebészeti beavatkozások az utóbbi időben mindenki által ismerten a úgynevezett minimál invazív technika felé kezdett el tolódni. Ugye itt a különböző hastükrözés vagy méhtükrözés, ezek a laparoszkópos, hiszteroszkópos műtéti technika. Ez mit jelent ez a minimál technika? Hogy nem nagy vágást ejtenek, igen, hanem igen. A régi sebész mondás, hogy nem tokától bokáig vágjuk fel a beteget, ugye, hanem csak apró lukakon keresztül juttatunk be egy kamerát, és a műteni kívánt területet valamiféle disztendáljuk, valamiféle anyaggal föltöltjük. A hasüregbe széndioksziddal tesszük meg, a mély üregébe pedig folyadékkal, egy speciális folyadékkal, olyan, amiben elektromos áramot is lehet használni, és nem vezeti az áramot. Ugye a leggyakrabban ugye a hasüregben végezzük ezeket a műtéteket, csak el kell képzelni, hogy nem egészen egy 30 éves, nincs 30 éve, hogy ezek a technika elkezdődött. Ugye az első EPE műtétet ugye Párizsban hajtották végre 1980-as évek vége felé. Ugye? És akkor kezdődött ez a hatalmas nagy forradalom, ami minden évben megújult eszközökkel, egyre tökéletesebb eszközökkel lehet ezt véghez vinni. Kaptunk egy
olyan égetővágó készüléket, ami ma tényleg világviszonylatban a legmagasabb technika, hogy itt a hasba laparoszkópos műtét során ugye egy ilyen kb. 30 cm-es eszközöket juttatunk be azonokon a csatornákon, amiket beszúrtuk a beteg hasába, és egy monitoron keresztül, ami most ugye full HD-s felbontású, kamera, monitor, kinyílt előttünk a világ, és sokkal többet látom, mint, és jobb felbontásban, mint eddig, és ezzel a készülékkel, míg régen egy hagyományos égetővel, a nagyfrekvenciás vágókészülékkel úgymond koaguláltuk a szöveteket, forrasztottuk és átvágtuk, utána azt le kellett tölteni, bevinni a fonalat, a csomót, intra vagy extra technikás csomózást kellett alkalmazni. Addig most ezzel a készülékkel elforrasztjuk azt a szövetet, és amikor ez megtörtént, automatikusan érzékeli, és egy ultrahangos vágóval át is vágja. Ennek hatalmas előnye van magánál a műtét technikánál, mert sokkal gyorsabban haladunk a műtéttel. A gyógyulás is gyorsabb ebben az esetben? És nem beszélve a beteg szempontjában, egyrészt vérmentesen operálunk gyakorlatilag, pár csepp vér, hogyha ha megjelenik, és egy ilyen nagyobb műtét során milliméterbe lehet számolni, hogy mennyi a vérveszteség. Néhány milliméterbe, míg ugye a hagyományos technikánál lefogjuk fogóval, ollóval, átvágjuk, leöltjük, stb. Sokkal nagyobb szövetkárosodás következik be. Itt minimális a szövetkárosodás, és ebből kifolyólag a gyógyulás sokkal, sokkal, sokkal gyorsabb. Kevésbé fájdalom, ami ugye a beteget ez érdekli, hogy de milyen fájdalom lesz, sokkal kevesebb műtét utáni fájdalommal jár, sokkal kevesebb összenövéssel jár, és sokkal kevesebb ilyen belső hegképződéssel, aminek a életvitel szempontjából nagyon fontos szerepe van. Milyen eszközökről beszélhetünk még? Tehát az égetők, különböző laparoszkópos eszközök, ami a legfontosabb, és ezen kívül altató készülékek kerültek beszerzésre, a legmodernebb készülékek, monitorokkal, amelyek a beteg állapotát folyamatosan jelzik és mutatják a paramétereket, életfontos paramétereket, sokkal biztonságosabb ilyen felügyelet mellett a műtéteket elvégezni. Az anesteziológusoknak is sokkal nagyobb biztonságot jelentenek ezek a készülékeknek a használata. Beszerzésre került egy nagyon-nagyon különleges készülék, amire büszkék vagyunk, nagyon kevés van az országból belőle. Ez gyakorlatilag a vér, elveszített vérnek az újra felhasználására alkalmas. Egyszerűen lehet leírni a tevékenységét, mert a hasüregben pont tegnap délután is volt egy ilyen műtétünk, amikor egy méhen kívül terhességből adódva minimum 2 liter vér volt a hasüregben. Nagyon nagy mennyiségű vér, ebbe el is lehet vérezni, és meg is lehet halni, tehát, és nagyon sok vért kell hirtelen pótolni a beteg szervezetébe. A készülék egyik részét gyakorlatilag beteszük a hasüregbe, onnan kiszívja a szabad hasüri vért, át pillanatok alatt átdolgozza, megszűri, és egy megszűrt biztonsággal visszaadható vér, már azon nyomban vissza is lehet adni a beteg számára a saját vérét, és nem transzfúzióra van szükség, ugye, ami hát elég nehéz manapság már beszerezni olyan mennyiségű vért, ami ilyen nagy mennyiségű vérvesztés esetén szükséges. Reméljük, hogy ritkán kerül az alkalmazására sor, viszont amikor szükség lesz, akkor életet lehet vele menteni. Ha az ön szakterületét nézzük, akkor oda milyen eszközök érkeztek, aminek mondjuk nagyon örültek a kollégák? A legegyszerűbb műszernek örültünk legjobban, az igazság, egy
hordozható műtőlámpa, állítható, minden irányba állítható, fókuszált, nagy fényerejű műtőlámpa. Ez ugye az én területemben egy elég szűk területen kell dolgozni, és nem mindegy, hogy milyen fényviszonyok vannak. Ennek örültünk nagyon, legtöbbször használt mindennapos munkánk során, de természetesen a laparoszkópos műszereknek örülünk igazából, illetve annak, hogy most már külön két vadonatúj laparoszkópos toronnyal rendelkezünk, és így a műtéteknek a egyeztetése sokkal egyszerűbb, a szakmák saját laparoszkópos toronnyal rendelkeznek, ezért a műtéti idők, műtéti beosztása az megkönnyebbedett. Én most meglepődtem, amikor mondta, hogy 7 műtő van gyakorlatilag ebben az egységben. Egyszerre hányat szoktak üzemeltetni, vagy hányat tudnak üzemeltetni? Hogyha szükséges, akkor tudjuk mind a 7 műtőt is üzemeltetni. Általában 3 műtő, 3 szakma dolgozik egyszerre. Ritkán előfordul, hogy 4 vagy 5, mert azért azt is tudni kell, hogy évente közel 300 szemlencse beültetétes műtétet is végzünk ebbe a műtéti blokkba. Csütörtöki napokon tömbösítve. Azért egy-két számot, hogy évi 5000 műtét történik ebben a műtéti blokkban, az nem kevés. Ezeknek a műtéteknek a megszervezése, időben történő, zökkenőmentes lebonyolítása azért nagy odafigyelést igényel, illetve egy rendszernek a kialakítása, aminek működnie kell. Így például az, hogy az egynapos sebészetnek a bevezetése, egy jó pár évvel ezelőtt bevezettük az egynapos sebészeti ellátást. Annak idején úgy félt ettől mindenki, a paciens is, meg az ellátó személyzet is. Ma már teljesen természetessé válik, hogy reggel 7 órakor bejön, és akkor délután 3-kor már megy haza. Vagy ha 24 órán belüli nagyobb beavatkozások történnek, akkor másnap reggel kerül. De mindenféleképpen 24 órán belül. De gyakorlatilag egy 1000-1200 műtétet végzünk évente egynapos sebészeti ellátás keretében. Ez várhatóan föl fog emelkedni néhány éven belül 2-2500 műtétre. Illetve egy másik összehasonlítás nagyon jól mutatja azt, a fejlődést és egy ellátási területen, hogy a hagyományos műtéti szám, illetve a úgynevezett minimál invazív beavatkozással járó műtéti technikáknak az aránya. Ez fejlett országokban úgymond megközelítő 60-80%-ot eléri, és ezzel lehet gyakorlatilag az egynapos sebészet számát is növelni. Ez hál' Istennek nálunk is nagyon jó arány, közel 50%. Arányban működik. A nőgyógyászati úgynevezett kisebb jellegű beavatkozások mennek nagyon nagy számba egynapos sebészeti ellátás keretében, a szemlencse műtétek, amiket említettem, illetve a traumatológián a térd artroszkópos műtéteknek a bevezetése is nagyon nagy segítség volt, ott is több mint 200 ilyen műtétet végzünk egy évben. Említette, hogy ez ma már csúcs technológia, csúcs technikát kaptak gyakorlatilag. Kellett-e oktatáson részt venniük, vagy mindenki tudta, hogy mit hogy kell használni? De természetesen ez folyamatos oktatással kell, hogy történjen, és ezeknek az oktatásoknak a szakma szabálya szerint a előírásnak megfelelően kell, hogy történjen. A leadott anyagról, illetve a számunkérésről jegyzőkönyvnek kell készülni, oktatási jegyzőkönyvnek, azt alá kell írni mindenkinek, a résztvevőknek, az oktatóknak. Ez itt szigorú előírások vannak, amiket természetesen be kell, hogy tartsunk. És még ez mindig nem elég, mert napról napra meg kell újulni, mert meg kell nézni, hogy azt az elektromos csatlakozót hová fogjuk bedugni,
hogy milyen programot kell a különböző műtéti technikáknak, különböző programok szükségesek, hogyan kell beállítani. Ez folyamatos képzést igényel a műtő dolgozóinak, összdolgozói számára. Ugye évek óta folyamatosan fejlődik a Kátai Gábor Kórház, folyamatosan futnak, illetve zárulnak le pályázatok. Most úgy látom, hogy elégedett. Mi az, amire még a jövőben esetleg szükségük lehet? Szakemberekre. Illetve most eszközfelszereltségre gondolok, tehát ha így... Most gyakorlatilag az álmai teljesültek az embernek, és az egy nagyon jó érzés olyan műszerekkel operálni, ami tényleg csúcs technológia, és nem fáj az embernek a szíve, hogy de jó lenne, hogyha lenne egy ilyen műszerem, és mennyivel jobban meg tudnám csinálni. Ez egy, szerintem egy szakember számára nem lehet felemelőbb érzés. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó munkát és fájdalommentes műtéteket kívánunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, most az elmúlt napokban a városunkban történt fontosabb eseményeket összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Dr. Fazekas Sándor főnösi miniszter úrral beszélgettünk itt a modern műszerek között a műtőben, hiszen ez a fejlesztés része, amit most adtak át. Mit szól ez, hogy olyan műszerek kerültek karcagra, ami az országban is kevés helyen van? Ez egy csattanós válasz arra, hogy a kormány eleget tesz az egészségügyért. Látszik az, hogy vannak olyan programok, vannak olyan fejlesztések, amelyeknek köszönhetően a karcagi, nagykunsági, a közép-tiszavidéki emberek is világszínvonalú egészségügyi ellátásba tudnak részesülni, hiszen a 669 millió forintos beruházásból 588 millió forint értékben egészségügyi gépek, műszerek, berendezések lettek vásárolva, megújultak a műtőben található műtőasztalok, a világítás, azok a berendezések, amelyekkel a gyógyítás zajlik, és azok az eszközök is beszerzésre kerültek, amelyek nélkül nem lehet világszínvonalon műtéti technikával megmenteni az emberek életét, egészségét. Én gratulálok ehhez a fejlesztéshez, illeszkedik ez abba a sorba, amit az elmúlt 11 néhány évben a karcagi kórházban sikerült megvalósítani, hiszen megújultak az épületek, a berendezés nagy része is, és a műtőblokkban található különböző felszerelések is megújultak ennek a legutóbbi programnak köszönhetően. Itt a kórházban ajándékot is kaptak ma, hiszen az egyik gyártó felajánlott 30 nagyon modern ágyat, tehát azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy jönnek az ilyen felajánlások, önként felajánlások is. Ez egy nagy lelkű felajánlás és köszönet érte. A Református Egyház szeretett szolgálatán keresztül is komoly segítség érkezett a elmúlt néhány hónapban, de van mindig feladat, van mindig hely fejlesztésekre, itt még az épületfelújításoknál is van teendő, és a további pályázatokhoz pedig, amelyek a gépek, berendezések, műszerek fejlesztését célozzák, sok sikert kívánok a kormány, személy szerint én is parlamenti képviselőként, miniszterként is támogatom ezeket a fejlesztéseket. Az a célunk, ezt már évekkel ezelőtt is vallottam, hogy a karcagi, nagykunsági, közép-tiszavidéki emberek, a kórház vonzás körzetében élő 100 000 ember ugyanazt az egészségügyi ellátást kapja meg, joga van erre, mint a nagyvárosokban vagy akár Budapesten. Köszönjük szépen! Köszönöm! Henrik Mátéval beszélgetek, hiszen tett egy nagyon nemes felajánlás itt az ünnepség végén. Mi is volt ez pontosan? Tulajdonképpen igazából most lezajlott az intézménynél egy beruházás, de nem szeretnénk, hogy ez a folyamat megszakadjon ezzel a mai nappal, és ebben az első lépést mi szerettük volna megtenni, és ezért az intézmény részére felajánlottunk 30 darab betegápoló ágyat, hogy a már korszerűtlen régi betegápoló ágyakat le tudják cserélni kórházban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes tett volt, és reméljük, hogy lesz még lehetőség. Ezek akkor gondolom, hogy ilyen intenzív osztályos ágyak, tehát amik már korszerűek, nem ezek a hagyományosak. Igen, ezek a 21. század előírásainak és szabványainak megfelelő betegápoló ágyak. Nem az intenzív osztályra, hanem a hétköznapi betegápoló osztályokra fogják ezeket telepíteni a kollégáink.
Én azt gondolom, hogy az itt gyógyuló betegek nevében is köszönhetjük ezt a felajánlást. Igen, nekünk is mindig elsődleges szempont az, hogy az intézmény és a betegek a legjobb komfortfokozatban érezzék magukat, mert ugye senki sem szeret kórházba járni, mindenki azt szereti, hogyha a legotthonosabb körülmények között érezheti magát ezekben a rázós napokban. Köszönjük szépen! Mi köszönjük szépen! Kubai Imre Csabával beszélgetünk itt a 2016-os évi vadászbálon. Immár sokadik alkalommal kerül megrendezésre, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen már a Déri Népművelődési Központ falait is kinőtte, és ha jól tudom, akkor második alkalommal kerül itt megrendezésre a Szent Annai Sámuel szakiskolában. Azt szeretném megkérdezni, hogy az idei bálnak mi a mottója, mi a célja? Hát az idei bálunknak a mottója, tulajdonképpen mondhatnám a 142. csak nem minden évben került megtartásra. A mottója a környezetvédelem, a természettel kapcsolatos olyan jellegű összhang megteremtése, ahol a vadász a természettel együtt él, együtt gondolkodik, illetve hát a fiataloktól, a óvodáskorúktól, kisiskolásoktól, középiskolai meg tovább megpróbálj megismertetni a vadászatnak a népszerűsítését, a szeretetét és hát az összhangját a társadalomban, illetve a város közigazgatási határán belül, meg a város lakosságát meghívtuk ide, és hát itt szeretnénk arra ráéretni a figyelmet, hogy a vadászat az nem egy, tehát ez egy kimondottan olyan sport, ami a természettel összhangban él, gondolkodik és cselekszik. A köszöntőjében a bál elején említette, hogy a Nagykun Vadász Társaság igen hosszú múltra tekint vissza, hiszen már az 1874-es évből is vannak erre vonatkozó feljegyzések. Napjainkban bővül-e a vadásztársaság tagjainak a száma, illetve népszerűségnek örvende ez a fajta elfoglaltság? Igyekszünk minél népszerűbbek lenni a lakosság körébe, hiszen a földtulajdonosoknak a területén vadászunk, a földtulajdonosoknak a érdekeivel összhangba, tehát mindenképpen arra törekszünk, hogy gazdagítsuk a természetet, és minden olyan érdeklődő vadásztársunkat, akit érdekel a vadászat, a természetvédelem, és ebbe a közösségbe akar tartozni, felvesszük a vadásztársaság tagjai körbe. Mi jellemző a Karcag környéki területekre, a vadállományra? Milyen vadakat lehet itt a környékünkön megtalálni? Hát ez a nagykunsági tájterület, kimondottan egy alföldi vidék, ahol az apró vadvadászat, a vízi vadvadászat nagyon meghatározó, a nagyvadak közül pedig az őz és a vaddisznó. Ugye, mint minden bálnak van célja, hogy mire fordítják a mai estén befolyt összeget, gondolom ez így van a mai napon is. Mire kerül ez az összeg, mire fogják felhasználni? Hát részben önfinanszírozzuk a különböző összejöveteleinket, a családi napot, amit arra törekszünk felhasználni, hogy a vadásztársaknak a családtagjait, a gyermekeket, feleségeket bevonjuk ebbe a dologba, és hát megfelelőképpen olyan közösséget alakítsunk ki, akinek a fő célkitűzése a már 142 évvel ezelőtti program volt, a mai adaptált helyzetnek megfelelően. És utolsóként még azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan készültek erre a bára. Van-e a mai estén olyan különlegesség, újdonság, ami még eddig nem volt az eddigi bálokon? Hát tulajdonképpen a fő célunk az, hogy a középosztályt erősítsük minden szempontból. Az értelmiségieket, a szakembereket, az érdeklődőket, tehát gyakorlatilag az a lényege az egésznek, hogy a városnak a hangulatát, a városnak a összetartó erejét, a városnak a hagyományőrzését elősegítsük, és mindenképpen az a fő törekvésünk, hogy megfeleljük azoknak az igényeknek, amelyeket egymással szembe támasztunk. Köszönöm szépen a gondolatait, és további jó szórakozást kívánok!
Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Katasztrófa Védelmi Kirendeltségen, hiszen hamarosan kezdődik az évértékelő, melyen először vesz részt új beosztásában Matuska Zoltán, Ezredesről megyei Katasztrófa Védelmi Kirendeltség igazgatója. Ezt is köszöntöm Karcogon, hiszen még nem volt alkalmunk találkozni. Nem olyan régóta van ebben a beosztásában, de gondolom, hogy volt ideje átnézni a karcagi kirendeltségnek a munkáját. Elégedett az itt folyó munkával? Igen, tehát nem olyan régen vagyok való igaz, de durván egy fél éve töltöm be ezt a beosztást. Több alkalommal jártam már itt Karcagon, illetve figyelemmel kísértem a munkájukat. Azt kell, hogy mondjam, a karcagi kirendeltség jó szinten, jó színvonalon végzi a munkáját. Az itt szolgálatot teljesítő kollégák pedig ellátják alapfeladataikat. Azt gondolom, hogy még évelején vagyunk, tehát nem nagyon tudjuk, hogy mi vár ránk ebben az évben, de azért a tavalyi évben is volt sok olyan helyzet, amikor be kellett avatkozni a katasztrófa védelemnek. Megyei szinten sok-sok minden várt önökre, de ott hogyan látja, sikerült minden feladatot teljesíteni? Mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy igen, minden előre ránk háruló feladatot teljesítettünk, a munkaterveinkben foglalt feladatokat teljesítettük. Ha a 2015-es évet tekintjük, katasztrófavédelmi beavatkozások tekintetében nem mondanám kiemelkedőnek az évet. Ugyan voltak beavatkozások, de kiemelkedő jelentőségű beavatkozáson nem volt a megyei igazgatóságnak. De pontosan ezt az időt, ezt a 2015-ös évet tudtuk kihasználni a tekintetben, hogy fejlesztettük a tudást, illetve a megelőzésre ezáltal nagyobb hangsúlyt tudtunk fordítani. Itt a mentőcsoportokról is beszéltünk mi is több alkalommal, hogy itt is van a térségben. Szerencsére ők nekik sem kellett beavatkozni, de képzés itt is volt. Folyamatosan tartják, gondolom ebben az évben is, hogy képezzék a tűzoltókat, katasztrófavédőket. Igen. A Tisza mentőcsoportnak, aminek a karcagi kirendeltségre is van vonatkozása, 2015 évben volt felkészítés, ez a megelőzés részét képezi, hogy jól szinten tudjanak beavatkozni. Természetesen 2016 évben is fogjuk folytatni ezt a tevékenységet, annak érdekében, hogy ezt a megszerzett tudást szinten tartsuk, illetve továbbfejlesszük. Itt most állunk egy szép adomány mellett, amelyet az önkormányzattól kapott a karcagi kirendeltség. Nem tudom, hogy megyei szinten tudunk-e arról beszámolni, hogy mi várható, vannak-e érvényes pályázatok, vagy pályáznak-e eszközök beszerzésére. Igen, arról be tudok számolni, hogy hasonlóan, ahogy Karcagváros önkormányzata a karcagi kirendeltséget segítette eszközökkel, természetesen az igazgatóság is azon van, hogy minél jobb feltételeket teremtsen mind a karcagi kirendeltségnek, mind pedig az igazgatóság többi tűzoltóságának. Értem ez alatt itt egyéni védőeszközök beszerzése van folyamatban, és a kollégáknak beavatkozása feltételeit javítjuk. Akkor azt gondolom, hogy ez jó hír a karcagiak számára, és hiszen ezzel a itt élők biztonságérzete is javul. Természetesen. Ez jó hír a Karcagon lakóknak, és jó hír a Karcagon szolgálatot teljesítő tűzoltóknak. Egyrészt azért a tűzoltók számára, mert biztonságosabb és jobb munkafeltételek között tudják munkájukat végezni, és jó hír a karcagi lakosoknak, mert ezáltal magasabb szintű mentési munkát tudnak végezni a karcagi tűzoltók. És hát én azt gondolom, hogy azt kívánhatjuk, hogy minél kevesebb beavatkozást kelljen végezni, hiszen az azt jelenteni, hogy mindenki betartja a szabályokat. Hát igen, pontosan ezen vagyunk, hogy minél jobban és minél hatékonyabban megelőzzük a káreseményeket, hogy minél kevesebb dolga legyen a tűzoltóknak. Ugyanakkor azt el kell mondjam, hogy utópia lenne azt hinni, hogy nem lesznek káreseményeink, ezért nekünk ezekre készülnünk kell folyamatosan. Akkor én jó évet kívánok Önöknek, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Lévai Kálmán ezredes úrral, a karcagi kirendeltség vezetőjével beszélgetünk. Itt mellettünk van az önkormányzat adománya, azt gondolom, hogy ez egy jó év kezdetnek indul. Igen, hát mindenképpen jó év kezdet, hisz az önkormányzat támogatásának köszönhetően új felszerelésekhez juthattunk, illetve hát mondhatjuk azt, hogy a régi elavult felszerelések, pótlásaképpen kaptuk ezeket. Ezek olyan mentőeszközök, amiket időnként újítani kell, mert lejár a szavatosságuk, és tovább nem használhatók, hisz nagy nyomással működő szerkezetek vannak benne, 300 bár, 600 báros eszközök, tehát ott nem játék. Ha lejárt, akkor ki kell vonni a forgalomból, viszont szükség van rájuk, és így nagyon fontos volt, hogy ezt megvásárolhassa a megye számunkra.
Azt gondolom, hogy sok-sok ilyen adomány jó jönne még, hiszen biztos van olyan eszköz, amit cserélni kellene. Beszéljünk egy picit a 2015-ös évről, hogyan értékeli, hiszen itt hamarosan kezdődik az évértékelő, ahol részletesen beszámol, de néhány fontosabb eseményt emeljünk ki. Néhány fontosabb eseményt, jó ég ebből a özön feladatból, özön munkából, amit elvégeztünk, igen nehéz. Hát minden szakterületünk, tűzoltási szakterület, iparbiztonsági szakterület, a polgári védelmi szakterület is megtette a magáit, és ezt az egészet, ami átfogja a hatósági szakterületünk, hatóságosztály is tette a dolgát. Különleges tüzeink voltak, ilyen szabadtéri tüzek, egészen 4-es kiemelt riasztásig, ami igen nagy, már nálunk kell elmenni, hogy a szerte ágazó erdősávokba, lábon álló gabonába behatoló tüzet megfékezzük, és órá tudjunk lenni ezen a hatalmas területen. Azután Karcagon, amit a karcagok legjobban észleltek, a szeméttelep tüze volt, amit meg viszont nem egyszerű eloltani, tehát több napig küzdöttünk vele, amíg el tudtuk oltani. Ezek mindenképpen fontosak. A polgári védelem területén pedig a lakosság felkészítés, ifjúság felkészítés nagyon fontos. Új települési mentő, önkéntes mentőcsoportokat elsősorban Tisza mentén alakítottunk, az ő felkészítésük, vizsgáztatásuk zajlott, hogy adott esetben mégis, ugye most is áradt a Tisza, hát szerencsére veszélyt most nem jelentett, de ha mégis, akkor legyen egy olyan felkészült csapat, aki első körbe bevethet és tud dolgozni. Iparbiztonság területén pedig a veszélyes áruk tárolásával, szállításával foglalkoztunk sokat, úgy közúton, mint vasúton. Igaz, hogy itt nincs rendező pályaudvar, de mi is végeztünk a szolnoki-szajali pályaudvaron, telephelyeken végzünk ellenőrzéseket. És akkor ezeknek a kombinációja, amikor együtt vagyunk, jelen valamelyik veszélyes üzemünkben. Igazi veszélyes üzemünk nincs, de van, ahol nagy mennyiségű veszélyes, egyébként veszélyes anyagot használok, például a hűtőházakban, vagy épp a vízműtelepeken a klór vegyületek használata. Ezekre is föl kell készülni, és akkor összmunkát kíván tőlünk, tehát minden szakterület végzi a magáét. Ezek a telephelyek rendelkeznek károsemény-elhárítási tervvel, és ezt ők is végigjátszák, tehát ott kezdődik a folyamat, hogy észlelnek valamilyen balesetet, ők beavatkoznak, jelzik felénk, mi kivonulunk, és akkor a teljes derékhad megy, és minden szegmens végzi a maga feladatát, és így leszünk úrrá gondokon bajok. Éppen 2 hete a vízműtelepen volt egy ilyen gyakorlat. Szükség van ezekre, mert biztos, ami biztos. Ha mégis bekövetkezik valami, akkor nagy károk keletkezhetnek, vagyonban is, de még inkább ezeknél a gázoknál az emberben is. És akkor ilyenkor, hogyha nem tudunk elég gyorsan, már kezdve ott, hogy a üzem nem tud elég gyorsan, elég hatékonyan cselekedni, akkor tényleg nagy problémák lehetnek, de nekünk is felkészülve kell erre lennünk, hogy mi is milyen összetételben vagyunk, ugye, mert feladat szertágazó terület nagy, nem biztos, hogy mindenki, akinek fontos feladata van, éppen itthon tartózkodik, riasztható állapotban van, és akkor is meg kell oldanunk a problémát. Hát ezekre való felkészülés egész évben, plusz a temérdek megelőző jellegű tevékenység és az ellenőrzések özöne. És akkor még, hogy szebb legyen a élet, a kémények, problémás kémények özöne, hát bízom benne, hogy azért hát nem egyszer, mert csapásra semmi nem megy szerintem, és egy tudatformálásról is szó van, hogy az állampolgárok értsék, meg fogják föl, hogy a jó kémény az ő érdekük elsősorban, és nem a hatóságnak a kedvenc veszőparipája. Tehát ezt próbáljuk beültetni az emberek tudatába, hogy így kezeljék azt, hogy a kéményseprő ugyan kicsit koszos ruhába érkezik, kicsit koszos munkát végez, de fontos, hogy el legyen végezve. Ez is egy nagy feladat. És hát azt gondolom, hogy a baleseteknél is nagyon sokszor találkoztunk tűzoltókkal ezek közül, ami a leg
Azt gondolom, hogy az utóbbi években nem volt ilyen kendelesen a kamiontűz, amikor ott azért több ezer liter folyadék és minden égett, tehát az egy félelmetes látvány volt nekünk is, akik ott voltunk tőle nem messze, és a tűzoltók is azért tették a dolgokat. Hogyan látja, mennyire tudnak gyorsan beavatkozni, tehát kellene nekünk olyan eszközök, vagy azért most úgy nagyjából helyén van minden önkéntes és állami tűzoltóság? Én azt gondolom, hogy ebben a 4 évben azért jól fölkészült a katasztrófavédelem, a tűzoltókkal karöltve természetesen. A hivatásos egységek, az önkormányzat egységek, sőt az önkéntes tűzoltó egyesületek közül, akik olyan felszerelésekkel rendelkeznek, tudnak beavatkozni. Így egy olyan hálózat alakult ki az országban, hogy viszonylag gyorsan kint vagyunk a káresemény helyszínén, és nagyon gyorsan elkezdődhet a beavatkozás. Hatékony, tervszerű, átgondolt beavatkozás. Hát ez Genderesi teherautó egy meglepetés jellegű dolog volt, ha ugye kiderült volna, csak gyakorlatra riasztanak bennünket, azon sem csodálkoztunk volna, de a valóságban ez nem gyakorlat volt, hanem tényleg éles, kigyulladt a teherautó és égett a rakomány, ahol azért elég sok veszélyesnek mondható anyag volt, nem annyira nagyon sok. Tehát gyakorlatilag mire az oltás igazán hatékonyan ki tudott teljesedni, el is égett az a anyagmennyiség, ami a rakterén volt. Nyilván, hogyha egy 30 köbméteres tartálykocsi gyulladt ki, vagy ehhez hasonló méretű kamion, az azért tovább tudna égni, és akkor ott nagyon fontos volna, hogy ne menjen, ne szabaduljon fel annyi égett veszélyes anyag, amennyit felszabadult, de ez viszonylag kevesebb mennyiség volt. Hát kellett, amennyire kellett védeni, körbekapni, lokalizálni, hogy ne terjedhessen tovább, ne alakuljon ki esetleg röptűz, vagy ha egy-egy doboz festék fölrobban, akkor az nem mindegy, hogy hova repül, és a közelben ne tartózkodjon védőeszköz nélküli, mondjuk állampolgárok, vagy bámészkodó, megállni kényszerülő utasok az országúton. Ez tulajdonképpen ilyen szempontból nem jelentett olyan nagy feladatot, de mindenképpen egy igen különleges káresemény volt. Tökéletesen azt kívánom, hogy ilyen káresemények ne legyenek ebben az évben, és mindenki tudjon hatékonyan dolgozni, és még sok hasonló adományt, mint ami mellett most állunk. Azt kívánom önöknek 2016-ban is. Köszönjük szépen, és hát én is azt kívánom magunknak, hogy sok kis apró tüzeske legyen a határban, amit, ahogy szokták mondani kollégáim, hogy 6 pár tűzoltó csizmával el lehet taposni. Hát ez volna a vágyunk. Hát reméljük, hogy egyszer a vágyak azok teljesülnek is. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk még egyszer. Köszönöm szépen. Ábrahám Péter méhész fog arról beszélni a gyerekeknek és szüleiknek, hogy miért is fontos mézet fogyasztani. Ön évek óta méhészkedik. Melyik a kedvenc méze? Hát én a repcemézet szeretem a legjobban, illetve a helyben termelt vegyes méz az, amit szoktam ajánlani leginkább a fogyasztóimnak is. Ez egy tényleg egy olyan méz, ami itt terem nekünk, itt gyűjtik nekünk be a méhek. Ez az, amire leginkább szüksége van a szervezetünknek is, a lelkünknek is. Ezt szoktam ajánlani mindenkinek. Gyerekeket hogyan lehet rászokatni a méz fogyasztására? Hát ez nem egyszerű dolog igazából, főleg az ilyen markánsabb ízű mézeknél, mert nem igazán szeretik a jellegzetes, a erős ízeket. Azt szoktam ajánlani, hogy próbálkozunk először akácmézzel, az egy semlegesebb ízű, semlegesebb illatú méz, és akkor onnan szépen el lehet jutni azokhoz a mézekhez, amik igazán jó immunerősítőek. Általában ez szokott a legnagyobb cél lenni ilyenkor, bár mondjuk ez a nyárias tél, ez a méheknek se kedvező, úgy gondolom nekünk sem, de voltak éppen erre volna szükség ilyenkor. Mit tanácsolna annak, aki mondjuk szeretné megkóstolni a mézet, akkor ő is a felnőttként is az akáccal kezdje, vagy magában, teában, tehát mondjunk el egy-két ilyen praktikus tanácsot, például arról, hogy szabad-e forró teába tenni a mézet, vagy hogyan tegyük bele, tehát ilyen praktikus tanácsokat. A helyben termelt vegyes méz az egy általános immunerősítő. Azok a virágporok vannak benne, amik a szervezetünket másféleképpen érintik, például az aszmatikus
és betegségekkel küzdőknek is jó, hogyha elfogyasszák a helyben termelt vegyes mézekben lévő virágporokat. Úgyhogy én igazából azt ajánlanám, a vegyes mézet több szempontból is, tehát a árérzékenyebb vásárlók is könnyebben az asztalra tudják rakni a vegyes mézet, meg voltak éppen a beltartalma miatt is sokkal inkább ott annak a helye, mint egy akácméznek, ami igaz, hogy egyszerűbb kezelni, nem kristályosodik be, de mégis egy jó vegyes mézben azért benne van minden, amire szükségünk van. És akkor hogy állunk a teába? A forró teába bele szabad-e tenni, vagy inkább csak a langyosba? Tehát mire kell vigyázni ahhoz, hogy megőrizze mindent a méz, ami benne van? Hát a mézben lévő jótékony anyagoknak a jelentős többsége hőérzékeny, tehát nem, egyáltalán nem szoktuk ajánlani a lobogó teába mézezést. Meg kell várni azért, míg lehűl egy olyan 40-50 fokosra az a tea, és akkor úgy kell elkeverni benne a mézet, akkor biztos, hogy megőrzi azokat a jótékony beltartalmi anyagokat, amikre szüksége van a szervezetünknek. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy amikor már csak annyira forró, hogy tudjuk kortyolni, és akkor már akkor bele lehet tenni a mézet. Itt mögöttünk a gyerekek már nagyon nagy érdeklődéssel várják az előadást. Én azt kívánom, hogy sok-sok ilyen kisgyermekkel szeretesse meg a mézet. Hát voltak éppen, nekem is két gyermekem van, egy óvodás, egy iskolás, tehát viszonylag jó úton haladunk ennek érdekében. Köszönjük szépen! Én köszönöm. Köszöntöm Önöket, hamarosan kezdődik a Jókai úti tagóvodában az egészségnap. Mit is takar ez pontosan, a Romhányi Sándorné tagóvoda vezetővel beszélgetünk. Most mögöttünk hirtelen csendet, elhallgattak egy kicsit az óvisok és figyelnek bennünket. Mit is takar ez az egészségnap? Az egészségnapot már 5. éve rendezik meg az óvodánkban. Az egészséges életmódra szeretnénk felhívni a szülők figyelmét. Ez egy olyan programunk, amiben a szülők a gyermekekkel együtt végigjátszanak feladatokat. Minden évben más prioritást helyezünk előtérbe. Ebben az évben a méz élettani hatásáról fog nekünk Ábrahám Péter egy rövid kis beszámolót, előadást tartani, és a mai foglalkozásunk, játékunk minden egyes eleme az egészséges életmóddal kapcsolatos feladatok megoldását fogja takarni. Amikor készen vagyunk a feladatokkal, mert az nagyon ügyes gyerekek, a nagyon kedves és együttműködő szülőkkel megcsinálják ezeket, megnézzük, ki győz, ki lesz az első helyezett. Aztán, amikor túl vagyunk már a versenyen, az eszemiszom, dínom, dánom a nagyon finom, egészséges ételek, italok elfogyasztásával fog befejeződni ez a mai programunk. Azért szóljunk itt mögöttünk a paraváról is, hiszen itt is látunk azért egy-két dolgot, ami arra utal, hogy valami mese is lesz ma délután. Hát a mese a mi pedagógiai programunkban nagyon fontos szerepet tölt be. Egy aranyos kis rövid mesét szeretnénk eljátszani a szülőknek, gyerekeknek, jutalmul, ajándékul a kitartó munkájukra, és azért, hogy megtiszteltek minket, és eljöttek erre a rendezvényünkre. Én azt kívánom, hogy sok-sok új információval térjenek ma haza itt a szülők, és minél többen fogadják meg az itt hallottakat. Nagyon szépen köszönjük, reméljük így lesz. Szeretném felkérni Dobos László polgármester urat, hogy tartsa meg a köszöntő beszédét. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Házigazdaként nagyon sok szeretettel köszöntök minden megjelentet. Köszöntöm az EON vezetését, szakembereit, a környező települések képviselőit, polgármestereit, alpolgármestereit és minden érdeklődőt. Az idő egy kicsikét megcsúszott, hiszen Janicki Zsolt úrral már itt a polgármesteri tárgyalóban beszéltünk az energetikáról, illetve az EON és az önkormányzatok ezzel kapcsolatos gondjairól, problémáiról, így aztán valóban házigazdaként csak röviden szeretném Önöket köszönteni, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást. Én abban 100%-osan biztos vagyok, hogy nagyon hasznos lesz a mai konferencia, hiszen a cégeket, az önkormányzatokat, az intézményeket egyformán
egyaránt érinti az emberrel történő folyamatos kapcsolattartás, és minden olyan fejlesztés, minden olyan okos gondolat, ami az életünket megkönnyíti, hiszen ahogy Jamiszki úrral beszéltük, hihetetlen sok kiaknázatlan lehetőség van itt a közös fémkedésben, közös gondolkodása, közös munkálkodása van szükség, hogy mindenki jól járjon és eredményesen tudjon gazdálkodni, dolgozni, szolgáltatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Város Nagyvárosok Konferenciának adott font, az EON még nem tartott itt, remélem, hogy jól fogják érezni magukat, és hasznos információk cserélnek gazdát, hasznos tapasztalatokat tetszenek tudni gyűjteni. Eredményes tanácskozást kívánok mindannyiunk épülésére. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Városházán, és van egy érdekes konferencia, melynek az EON a házigazdája. Arról beszélgettünk Jamiszki Zsolttal, hogy miért tartották fontosnak, hogy a megyénben Karcagon tartsanak egy ilyen fórumot, amely önkormányzatokat és különböző intézmények vezetőit hívták meg. Én is köszöntöm a nézőket. Hát a megyében még nem rendeztünk ilyen konferenciát, tehát adott, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy itt a térségben is a polgármesterek, az önkormányzatok, az intézményvezetők, és hát az ügyfeleink megismerjék azt, hogy mi mit gondolunk arról, hogy milyen az energetika jövője. Tehát hogy lehet az energetikát másképp nézni, hogy lehet okosan használni az energiát, és hát ebből hogy lehet magunknak, nem mint vállalatnak, de mint ügyfélnek igazándiból hasznot hozni, magyarul, hogy lesz olcsóbb az energia. Itt azért a környező településeken az önkormányzatok már a közvilágítás korszerűsítést elkezdték, nagyon sok napelem került föl, napkollektor került föl, nem csak intézményekre, hanem magánházakra is. Azt gondolom, hogy azért a lakosság is igyekszik egy picit spórolni. Mit tudnak önök kínálni ezeknek a vállalkozásoknak, hogy beruházzanak ezekbe a igencsak nem olcsó beruházásokba? Hát a mai konferencia az az önkormányzatokat célozza meg, mert azt gondoljuk, az önkormányzatoknak nagyon sok feladata van. Tehát említette ön a közvilágítást, ez egy nagyon nagy öröm, hogy megkezdődött a rekonstrukció. Ugye ott már nagyon sokat lehet megspórolni az üzemeltetésen és magán az energián. De általában az önkormányzatoknak nagyon sok épülete van például. Az épület energetika szerintem az egyik legnagyobb kincses bánya. Hadd mondjak el egy példát, amit itt a megnyitomban is elmondtam, hogy találtunk olyan épületet, nem itt, de Magyarországon máshogy, ahol egy világosítás korszerűsítés, az körülbelül 60% energia megtakarítást hozott, és egy ilyen korszerűsítés pedig megtérül mondjuk 1-2 év alatt. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a nagy lehetőségek, amikről érdemes beszélnünk, hogy mik vannak, miket ismerünk mi, mint technológiákat, milyen megoldásokban tudunk jók lenni, miket tudunk kínálni, és hát a másik nagyon fontos dolog, és talán egy picit önzőség is, hogy megtudjuk azt, hogy az ügyfél, az önkormányzatok, a vállalkozások mit szeretnének, mik az igényeik, mert hogyha mi nem vagyunk az ügyfél igényekkel összhangba, akkor el fogunk beszélni egymás mellett, és igazándiból akkor senkinek nem lesz jó. Itt a megnyitójában ön is azt mondta, hogy párbeszédre kérje a jelenlévőket, tehát ne csak előadások hangozzanak el, hanem kérdések, problémák felvetése is. Biztos, hogy lesz erre is mód és alkalom, de mi az, amivel most segíteni szeretnének az önkormányzatoknak, hiszen itt az előadások között a közbeszerzési eljárások változásától kezdve sok-sok olyan minden van, ami azt gondolom, hogy lakosságot is érinteti, nem csak az önkormányzatokat. Hát ugye, ami az előadások tematikája, az arról szól, hogy azokat a technológiákat, azokat a területeket szakemberek elmondják, bemutatják, tehát például az épület energetikai rész, ami éppen most van folyamatban, az elektromobilitás, ami egy nagyon érdekes új terület, és úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy jövője van, a világítás technika, amiről beszéltünk, ez lehet a közvilágítástól akár beltéri világításig, és hát amit ön is említett, a megújuló energiák, tehát a napelemek. Ugye, és ezeket érdemes komplexen nézni, mert ezek kölcsönhatásban vannak, tehát mondjuk fölteszünk egy napelemet egy házra, de mondjuk a világítás korszerűsítés nem valósult meg, és az sokkal több energiát fogyaszt el, akkor a napelem megtérülése ugye sokkal tovább fog tartani. Tehát ilyen egyszerű gondolatokkal jöttünk, és hát amit ön is mondott, nagyon fontos, hogy kérdezzenek, és ha kérdeznek, abból mi is tanulunk, ugyanis mi is egy nagy utazáson veszünk részt. Tehát egy közműszolgáltató, aki 100 éve
drótokat, rendszereket üzemeltet, közvilágítást biztosít és áramot ad el, tovább kell tudnunk lépnünk az úgynevezett energetikai megoldásokig, amik pont azokat fedik, amikről én az előbb beszéltem. Tehát a napelemtől az okos otthonig, mondjuk, hogy az okos épületig. Azt gondolom, hogy sok hasznos információ fog elhangozni, és hát reméljük azt is, hogy az önkormányzatoknak lesznek olyan pályázati lehetősége, ahol ezeket, ami most elhangzik, alkalmazni is tudják. Nagyon fontos, igen, a pályázati lehetőségek, és erről direkt szakemberek fognak az új közbeszerzési törvény, hogyan lehet pályázni, illetve milyen pályázatokat látunk, mit talán ez egy ilyen indítóként, egy étlapként jó lehet, hogy elgondolkodjanak azon, hogy hát ezeket a lehetőségeket hogy gondolják felhasználni, hogy kívánnak élni vele. Ugyanakkor említettem azt is, hogy nem mindig a pályázatokra kell építeni a jövőnket. Tehát nagyon fontos, hogy ki tudjunk dolgozni partnereinkkel közösen olyan pénzügyi, üzleti konstrukciókat, amelyek nem a pályázatoktól függenek, hanem magyarul hitelt adva, de olyan megtérülést biztosítva, hogy akár egy nagyon kedvezményes hitel árán nem eladósodni gondoljuk az ügyfelet, vagy hogy adósodjon el, hanem például fizet egy ugyanolyan fix díjat, amit ma fizetett, és utána, amint ezzel visszatörleszti azt a hitelt, akkor például meg lehet azt oldani, hogy radikálisan csökkenjen mondjuk a számlája. Hát ezekkel még nagyon gyerekcipőben járunk, még azt mondanám, hogy igazándiból működő pilotunk sincs, de nagyon jó visszajelzéseket kapunk akár a finanszírozóktól, és hát ezért keressük a ügyfeleket, hogy nekik milyen megoldás lenne jó, és hát ezekből a kérdésekből, amik egy ilyen konferencián elhangzanak, nagyon sok mindent tudunk tanulni, és vissza tudunk jönni olyan ajánlatokkal, ami hát reméljük, hogy kölcsönösen jó, elfogadható lesz mindenkinek. Akkor én hasznos tanácskozást kívánok a mai napra önöknek. Köszönöm szépen. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a séfecskék foglalkozásán, hiszen most egy húsvét előtti foglalkozás van. A lányok itt nagyon ügyesen festettek különböző technikával tojásokat, erről beszélgetünk Nyirini Kátai Katalinnal. Az előbb itt mondta viccesen, hogy aranyban van a keze, hiszen aranyjal is festettek, de milyen technikával készültek ma itt festett tojások? Igen, a mai foglalkozáson nem főztük és nem sütöttük, hanem díszítettük a tojásokat, hiszen húsvét következik. Az aranytojások írókázással készülnek, hagyományőrzően dolgozunk a lányokkal. Nagyon szeretem, amikor visszatekintünk a népi hagyományokra, és nem csak úgy firkáljuk és rajzolgatjuk a tojásokat. Ezért a motívumokat is, mint hagyományőrző motívumokat hozok a lányoknak, amit ők már nagyon ügyesen fölrajzolnak a tojásra, és ezután az írókával megrajzoljuk. Az írókát elkészítem fából és fémből, amit viaszba mártunk, és a viaszt visszük föl a tojás felületére. Ezután pedig arannyá varázsolom. Itt a képeken majd lehet látni, hogy ez hogyan is történt, viszont újrahasznosítás is volt, hiszen a tojástartóból is aranyos kis nyuszikák készültek. Igen, hát úgy gondoltam, hogy ne csak a tojást, hanem a kelléket, mint tojástartót is felhasználjuk. Ezzel is lehet díszíteni a húsvéti asztalt, vagy a lányoknak ajándékba is adni. Tojástartóból kis nyuszikákat készítettünk, ez egy nagyon egyszerű technika. És hát itt a fán pedig nyuszikák lógnak, amelyeket ön horgolt, de azt gondolom, hogy ezt a lányok is meg tudják csinálni, tehát nem annyira bonyolult. Biztosan, bár még a horgolást nem tanítottam nekik. Ha az alapjait megtanulja valaki, akkor nagyon-nagyon egyszerűen elkészíthetők ezek a nyuszikák. Akkor reméljük, hogy a lányok majd a húsvétkor a locsoló fiúkat is ilyen szépen készített technikával, készített tojásokkal várják, és sok sikerük lesz ezzel. Bízom benne, hogy ezek a kislányok már ilyen szép tojásokkal várják a fiúkat. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és mindenkinek nagyon kellemes ünnepet, sok piros tojást a locsolóknak, és sok locsolkodót a lányoknak. Szatnár Jánossal arról beszélgetünk, hogy hogyan is kell megfőzni azokat a tojásokat, amelyeket itt a lányok most kidíszítettek, hogy tényleg odaadható legyen a húsvéti locsolkodóknak. Hogyan kell készíteni? Hát először is a tojást le kell feltűtleníteni, és utána pedig
ezt a tojást keményre kell főzni, és akkor hosszantartón kell főzni. Ennyi a titka. Tehát akkor egy jó 10 perc azért kell a forrásban, amikor forrásztesszük, egy jó 10 perc, hogy biztosan elálljon ez a tojás. Igen, de inkább ilyenkor hideg vízbe érdemes beletenni, és akkor úgy kell főzni, és akkor együtt fog felfőzni, és onnantól kezdve kell számolni, majd a forrástól kezdve a 10-12 percet. Beszéljünk a húsvét másik kellékéről, a sonkáról is, hiszen azért az is nagyon fontos kellék. Hogyan tudnánk meghatározni, hogy én úgy tudom, ugye, hogy ahány kiló a sonka, annyi órát kell főzni? Igen, először is induljunk abból, hogy azért nem főztünk ma, mert a sonkához is sok idő kell, a kocsonyához is sok idő kell, szendvicset már készítettünk, és akkor mondtam, hogy készítsük ilyen hagyomány őrzőként tojásfestést. Hát a sonkában általában 40 perc, vagy 40 deka húst egy orosszáig kell főzni. Hát természetesen a füstöltél több időt vesz igénybe, mivel hogy be van pácolva, a só kivette belőle a vizet először, és vissza bele kell adni a nedvességet a húsba, és akkor utána fog majd főzni. Itt említett az előbb a kocsonyát, a kocsonya készítésnek is sok-sok fortéja van, sokféleképpen készítik, van, aki zöldséget tesz bele, van, aki csak fokhagymát, tehát mi az, ami karcagiasan készül, és a kocsonyának mi a titka? Hát először is olyan alapanyagokat kell beletenni, ami a füle, akkor az orra, akkor azok a bőrös részek, amelyikben sok a zselatin, és lényegében abból készül az igazi kocsonya. Hát, hogy mit teszünk még bele? Teszünk bele egy pici kis hagymát, egy kis fokhagymát, nagyon kevés répát, zöldséget, és akkor nagyon lassú tűzön, nagyon sokáig kell főzni. Ez az egyetlen egy titka van. És mikor már a maga a hús megfőd benne, akkor azt ki kell szedni, és akkor azt szépen tálalni, és akkor meg kell nézni, hogy mennyire ragad az ember az ujja közé vesz egy picike kis kocsonya levet, és akkor, mikor az kezd úgy az ember kezén ragadni, ez az, hogy a teljes felületben ragad a kocsonya, akkor még tovább kell főzni egy kicsikét, és nem szabad beletenni zselatint. És hát azt hiszem, hogy egy fontos dolgot mondott, hogy nem szabad a húst abban a lében kívülni, hanem ki kell venni. Igen, igen, és utána le kell hűteni a magát, a kocsonyalevet is leszűrni, hogy szép, tiszta legyen, és akkor lehet a húsok mellé tenni ilyen színes sárga répát, ami meg van főve, szép formákra vágni, vagy kerekre, vagy sarkosra, vagy akármilyen, kinek mi a szimpatikus. Akkor egy pár szem zöld borsót, akkor tenni bele egy tojást kétfele vágva, és akkor nagyon lassan... Hát főtt tojást azt azért mondjuk el. Igen, főtt tojást, igen, és kétfele, és akkor szép lassan felönteni, hogy ne emelje fel a kocsonya lé ezeket a apró kis zöld borsókat, répákat. Azt is lehet, hogy előtte oda ragasztani a kocsonya lével egy kevéssel. Hát attól függ, hogy mikor mennyi idő van rá. És akkor szépen tálalni, és a lényeges az, hogy a zsírt le kell róla szedni. Igen, tehát amikor azért egy új nyivastag zsír van egy kocsonyán, az azért nem biztos, hogy kelleti magát. Igen, igen. Hát az pedig úgy kell, hogy papírszalvétát kell tetén húzgálni, addig még össze nem szedjük a zsírt, és utána le kell hűteni, és akkor úgy kell felönteni a elkészített húsalapot meg a zöldségekkel. Akkor most már tudjuk, hogy hogyan kell elkészíteni a sonkát és a kocsonyát, viszont itt az előbb beszéltünk a páncolásról, füstölésről. Ennek mi a titka? Hát először is van száraz pác, van nedves pác, és azon kívül a pácolás az általában egy olyan 4-5 hétig kell pácolni. És hát utána, akkor már most, aki most akar hozzáfogni, húsvétra elkésett. Igen, akkor már ennek letelt az ideje. És a bepácolt húst után, vagy a sonkát, vagy csülköt, vagy angol szalonnát, vagy azt, amit készít az ember, akkor azután le kell mosni róla, hogy a só nehogy ne jöjjön ki, ne fehéredjen ki, és utána pedig száraz helyre kell tenni ventilátorral, hogy leszárítani a húst, hogy a füst meg tudjon rajta tapadni.
nagyon lassú hideg füsttel kell készíteni, és utána a füstölés után ki kell akasztani, és szintén ventilátor, hogy a füst szagot le kell róla fújni, lezáradjon, és akkor az a keserű füst íze elmegy, és utána pedig pihentetni kell még, és majd utána kell nagyon-nagyon vékony szeletekre vágni a sonkákat, vagy az angol szalonnát, vagy ha aki szereti a kocsonyába beletenni a füstöltet, de viszont attól sötétebb lesz a kocsonya. Azt gondolom, hogy mindenki kapott húsvéthoz jó tanácsokat. Reméljük, hogy sokan megfogadják, és sokan készítenek finom ételeket húsvétra. Igen. Hát kellemes ünnepeket kívánok, sok locsolkodót, a hagyomány kellene továbbra folytatni, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, a hétvégén rendezték meg a 10. jubileumi Aprólábak néptáncgálát a Dériné Kulturális Központban. Háttér című magazin műsorunk mai vendége Beniné Kecskeméti Anikó, a rendezvény ötletgazdája, szervezője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Beniné Kecskeméti Anikó, óvodapedagógus. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, köszönöm Pengő Ferenc meghívását. Azért hívtuk ma meg egy stúdióbeszélgetésre, mert a hétvégén ismét jeles alkalom volt a Dériné Kulturális Központban, ismét eltelt egy éve, hogy ezt már megbeszéltük az interjú előtt, Aprólábak néptáncgálára került sor. Ön indította el ezt a rendezvénysorozatot, hanyadik alkalommal rendezték meg az idén? Már a 10. jubileumi alkalom volt ez, és nagy örömömre szolgált, hogy az első alkalom a Csokonai úti óvodából indult, és a 10. alkalom már a Dériné Kulturális Központnak a színház termében két részletben valósult meg, tehát ilyen nagy lett a tömegbázis hozzá, ilyen sokan érdeklődnek a néptánc, a népi kultúra iránt. Milyenek a rendezvénynek az elsődleges célja? Tehát amikor anno elindította, akkor mit fogalmazott meg magában? És ugye most, hogy már kinőtte magát óvodai szintről ez a rendezvény, most mi a célja? Amikor elindítottam, még az volt a cél, hogy megismertessem, megszerettessem a gyermekekkel a népi játékokat, a néptánc alaplépéseit. Mostanra már bővült a cél. Célnak fogalmaztuk meg, hogy nem csak Karcag városában, hanem a környező városokban és településeken működő néptánc, tehetségműhelyek, szakkörök, ezeknek a felkutatása, ezeknek a meghívása a rendezvényünkre. Ezen kívül esélyt adni, esélyt teremteni a gyermekekben lévő tehetség kibontakoztatására, és az óvodák és az iskolák közti együttműködés erősítése, a néptáncos gyerekek nyomon követése, akik az óvodából az iskolába bekerültek, ezek figyelemmel kísérése. Nézzük akkor át a programot, hogyan sikerült ez a rendezvény, hogyan kezdődött a szombati napjuk gyakorlatilag. Háziasszonyunk volt Ujjás Ferencné Jolika, ő az intézmény vezetője, és ő volt, aki a helyi önkormányzattal is egyeztette a gála céljait, feladatait, mi pedig együtt Jolikával a gála koncepcióját, és mindent megbeszéltünk. Ez után következett a háziasszonyunknak, hogy elmondta a gálának a célját, feladatát szintén, ezen kívül bemutatta a jelenlévő népi iparművészeket, akik a rendezvényünket támogatták, és ezen kívül az önkormányzati képviselő asszonyunk, Kovács Szilvia, aki köszöntővel... Alpolgármester asszony, elnézést kérek. Alpolgármester asszony köszöntötte a megjelent szülőket és a vendégeket. Háziasszonyunk felolvasta dr. Fazekas Sándor miniszter úr köszöntőjét. Ezzel indítottunk.
Hogyan alakult a program, hogyan állították össze a műsor menetét? Úgy látom, hogy nagyon sok fellépő csoport volt ezen a gálán. Művészeti élmény kiegészítésnek gondoltuk, hogy meg ráhangolásnak Kovács Bence citera játékát, Kovács Ágnes és Vámosi István néptáncos párunknak a fergeteges táncát, amit már tavaly is láthattak a nézőink, és újként Andi népdalokat énekelt az első rész és a második rész megnyitásaként, és ezzel hangoltuk rá a közönséget a gála néptáncos műsorára. Hány csoport lépett fel gyakorlatilag az óvodájukból, illetve kik voltak még vendégfellépők? Az óvodákból 7 csoport jelent meg, ők a tehetségműhely tagjai, vezetői Kunné Nánási Mónika, intézményvezető helyettes, 3 csoporttal lépett fel. Egy csoportja a Csokonai út óvodában a Búza Virág néptánc csoportja, 2 pedig a Táncsics 19-es óvodában, Bíborka 1, Bíborka 2. Sebőknél Kisanikó Krisztina a Táncsics 17-es óvodában, a Maxem gyermektánc csoporttal, és a Szabó Lajosné Zsuzsi, ő pedig a Kuthen úti óvodából a Palánta gyermektánc csoporttal lépett föl. Tehát 7 óvodai csoport lépett fel, és 3 iskolai néptánc csoport, illetve szakkör. Látom, itt a református általános iskolából is voltak vendégfellépők, a Kiskulcsosi általános iskolai tagintézményből is érkeztek gyermekek. Igen, ők újként, ők még nem voltak a kiskulcsosiak, de nagyon színvonalon a szép műsorral készültek, Vargáni Évikének a felkészítő munkája során. Szót ejtett az imént a karcagi iparművészekről, népművészekről is. Volt az idén kiállítás, ugye ez is a rendezvény egyik szerves része, hogy az első emeleten egy kiállítást, egy bőrzét rendeznek. Igen, most a földszinten történt ez a kiállítás, hogy mindenki megtekinthesse, ahogy bejön. Tyukodi László népi iparművész és paparagó, és felesége Marika gyöngyékszerkészítő, és Pincésné Sós Gyöngyi, aki a húsvéti hagyományokhoz kapcsolódó dolgait hozta el és mutatta be, és nagy érdeklődés volt, mindenki megtekintette, megcsodálta a együtt őrizzük a hagyományokat, a kézművesekkel együtt, hogy nem minden nap látnak a gyerekek és a felnőttek ilyen hagyományőrző tárgyakat és dolgokat. Ő mindig a szívén viseli ennek a rendezvénynek a sorsát. Hogyan értékeli, hogy sikerült? Nagyon sokan gratuláltak. Én magam sem gondoltam, hogy a 10. alkalom is el fog érkezni. Bocsánat, ezt egyébként lehet látni az egyik közösségi oldalon is, láttam, hogy nagyon sok gratuláció érkezett önnek. Igen, nagyon szépen köszönöm. Én is megköszöntem a fellépő néptáncos gyerekeknek, felkészítőknek, szülőknek, nagyszülőknek, akik a rendezvényen részt vettek, a médiának, akik tényleg lehetőséget biztosítanak, hogy akár fotókon, akár újságcikkekben, akár a televízióban megtekinthessék ezt a gála műsort. Nagyon szépen köszönöm. Milyen elképzelései vannak, vagy elképzeléseik vannak a jövőben ezzel a gála műsorral kapcsolatban? Jövőben is szeretném, ha folytatódna a gála szervezése. Már intézményvezetőm Gulyás Ferencné Jolika, Andrásné Editke intézményvezető helyettes és Kunné Nánási Mónika intézményvezető helyettesek is támogatják, és már nagyon jól tudják a koncepciót, a célt, feladatot és a megvalósítási módokat. Nagyon sokat segítettek, az óvodaközpont dolgozóit is szeretném kiemelni, hogy az ő munkájuk nélkül nem is jöhetett volna létre ez a rendezvény. Minden kisgyerek nyakába készítettek egy emblémát, ami a 10. néptáncgálának az emblémája volt, mindenki hazavihette emlékül. Akkor a meghívók, amit csodálatosan elkészítettek. Itt köszönöm Szarka Péterné, kolléganőmnek, hogy megtervezte
és Jolika pedig le fogja védetni, azt mondta, ezt az emblémát. És remélem, hogy a továbbiakban is élni fog rendezvény, és ezzel az emblémával. És a terveink pedig, ahogy kérdezted, szeretnénk, hogyha több vidéki város is jelentkezne, és bemutatkozna tehetségcsoportjával, néptánc tehetségcsoportjával ezen a rendezvényen, vagy esetleg minden óvodában lenne néptánc tehetségműhely, és ők is. Lehet, hogy akkor túl hosszú lenne, lehet, hogy már kétnapos is lenne ez a rendezvény, de szerintem van igény rá, mert most is, ahogy szétnéztem a sorok közt, telt házat láttam, tehát nagy volt az érdeklődés. Beszéljünk most akkor a tehetségműhelyekről, amelyek az óvodában működnek. Akár általánosságban, akár az önéről bővebben. Kik segítették például az ön munkáját? A tehetségműhelyek 5-6-7 éves gyerekek közül válogatjuk, főként nagycsoportosok közül, óvónők ajánlásával. Tehát elmondják az óvónénik, hogy ki az, aki szépen énekel, kinek jó a ritmusérzéke, kinek jó a hallása, ki az, aki szereti a népzenét, ki az, akinek a figyelme tartósága, az emlékezete, a képzelete, tehát minden, ami itt fontos, az egy tehetségműhely naplóban megjelenik. Tudatosan készülünk ezekre a foglalkozásokra. Foglalkozásunk felépítése, mindig egy ráhangolással indítunk. Most a sajátomról hadd mondjak egy pár gondolatot. A saját foglalkozásomat segítette kolléganőm Pintér Dóri, ő nemrég került a Csokonai úti óvodába, és ő az én kolléganőm, és nagyon jól együtt dolgozunk, és kedvet kapott a néptánc tehetség műhelybe a bekapcsolódáshoz, és én nagy örömmel vettem, így a gálán a színpadon is jelen volt velem. Ezen kívül Csurka Sándor, püspökladányi tanuló, a Csángató Népzenei Együttesnek a tagja, és szívesen ellátogatott a tehetségműhely foglalkozásainkra, és ő így a férfi mintát a ráhangolásoknál a hegedűjét hozta, és nagyon színesítette a néptánc műhelyünknek az egészét. És a gyerekek élvezték, mindig várták, hogy mikor lesz. Minden nap, mikor megláttak, megkérdezték, hogy na akkor mikor találkozunk Gobó néni. És ez az öröm, amikor a gyerekek élvezettel, mosolyogva együtt várják, hogy megkezdődjenek ezek a tehetségműhelyek. Utána következtek a kis népi játékaink, amiben szintén minden kisgyerek örömmel részt vett, és a végén a szülőket is bevontam. És nagy örömömre szolgált, hogy a szülők a moldvai zenére, moldvai táncokat megtanítottam velük is három táncot. Szerettük volna majd a műsorunk végén a táncházban ezt bemutatni a Csángató Népzenei Együttessel, mert a Csángató Népzenei Együttes volt a gálánkon, aki a zenét, a muzsikát biztosította, és a táncház amiatt maradt el, hogy volt egy nagyon kedves meghívása Dobos László polgármester úrnak, egy vacsora meghívás. Egy olyan meglepetés volt számunkra, hogy elmondta, hogy az óvónénik, Dajka nénik és az összes dolgozó milyen sokat tett az utóbbi időben a Kuthen úti óvoda felújításakor, akkor a Magyar Kultúra napján is, hogy színvonalas műsort adtunk, akkor a néptáncgála előtti napon volt a tehetség nap, ahol nagyon sok vidéki kolléganő is megjelent, és ezután a gála, és ez egy nagyon-nagyon tetszett mindenkinek, hogy polgármester úr és Karcagváros önkormányzata megvendégelt bennünket, és jól éreztük magunkat, és egy kicsit ellazíthattunk, egy kicsit beszélgethettünk, és megbeszéltük az eddig eltelt időknek a dolgait, tehát egy jó hangulatú vacsorán és beszélgetésen vehettünk részt.
Az előbb említette, hogy zenekar húzta a műsor alatt a talpalávalót. Mennyire fontos az élő zene? Én az élő zenének varázslatos erőt látok, és a gyerekek én úgy láttam, hogy nagyon élvezték, mosolyogtak végig, ahogy a visszajelzés is mutatta, bár én ott a színpadon egy kicsit azért izgultam, hogy az én csoportomban vannak kisebb gyerekek is. Ők majd az utánpótlás, ők, akik igaziból élvezik, szeretik ezt a zenét, ők azért voltak köztünk, testvérpárok volt, testvérek hárman voltak a színpadon, és nagyon-nagyon élvezték, és már látszott, hogy a zenekarnak, mivel hogy nem egyszer látták a zenekart, volt egy főpróbánk, ahol már táncoltunk együtt. Picit összecsiszolódtak. Összecsiszolódtak, így van. A tehetségműhelyekre visszatérve, ugye megbeszéltük azt, hogy az élő zene mennyire fontos. Hogyan vannak ruhákkal, kis néptáncos ruhákkal felszerelve ezek a tehetségműhelyek? A tehetségműhelyünk, a sajátunk még a régi ruhában táncolt. 10 évvel ezelőtt Nagyemese néptáncos barátnőm varta, és számunkra ez még mindig nagy érték, nagyon szépek a kis szoknyák, a kis kötények. A többi csoport pályázat kapcsán már, Kuné Nálási Mónikával tavaly volt egy pályázatunk, gyönyörű kis szoknyákat varrattak, a Táncsics 17-es, 19-es óvodának is gyönyörű a néptáncos eszköztára. Hát majd még szerintem vagy pályázatok kapcsán, vagy szülői felajánlások kapcsán, mert szokták a szülők, nagyszülők, hogy megvarjuk mi a szoknyát, a kötényt, így segítik a munkánkat. Szülői támogatás nélkül a néptánc nem valósulhatna meg, mert ugye ehhez fontos a szülőkkel a rendszeres kapcsolattartás, az ő rendszeres tájékoztatásuk, mindig is érdeklődnek a gyerekek fejlődése iránt, a népi öltözet iránt, ugye, mert nem mindennapos ez, hogy hogyan kell egy kis szoknyát felvenni, milyen harisnya illik, milyen cipő illik hozzá, és ezt mindig megbeszéljük velük, és nagyon értékelik ezt. Most én hadd mondjam el, hogy a néptánc gálán, a 20. Csángó bálba, hogy jártam az Iringó tánckörre, nagy hatással voltam. Itt szembesülhettem azzal, hogy a nemzeti kulturális összefogásnak milyen szép eredménye volt ez a 20. Csángó bál, és ennek hatására én is moldvai csángó ruhába jelentem meg. Kolléganőmnek is azt adtam, és moldvai népi játékokat és moldvai táncokat táncoltunk a színpadon. És lehet, hogy szokatlan volt a viseletünk, de azt szerettem volna kifejezni, hogy én nagyon együtt érzek ezekkel a moldvai csángó gyerekekkel, meg hogy lássanak ilyet is, kicsit változatos legyen a népi ruha felnőtt bemutatója is, mert azért minden néptáncos kolléganő nagyon esztétikusan felöltözött erre az alkalomra. Jövőre vonatkozóan milyen terveik vannak, keresik-e a fellépési lehetőségeket? Ugye már most lehet beszélni például a Birkafőző Fesztiválról, ugye, ami néhány hónap múlva következik. Hol találkozhatunk majd az apró lábakkal? A Birkafőző Fesztiválra mi már nem szoktunk meghívást kapni, mert mi csak tehetségműhely csoportok vagyunk. Mi inkább egy pályázat kapcsán jelentkeztünk a Hímzett Kötény Kis Csizma pályázatra. Debrecenben lesz ez a minősítő eljárás. Én még nem voltam, kolléganőm Kuné Nánási Mónika és Sebőkné Kisanikó Krisztina, ők már minősítésen vettek részt. Mi a csoportunkkal majd április 26-án fogunk egy nagy megmérettetésnek részesei lenni. Hol lesz ez egészen pontosan? Debreceni plázába. Úgyhogy szülők összefogásával
szülők segítségével tudunk ide is eljutni. Úgyhogy mindig nagy szükségünk van a szülők támogatására és segítségére. Hát szurkolunk erre a megmérettetésre. Sok sikert kívánunk a jövőbe, mind a munkájához, mind a kis tehetségműhelye működtetéséhez, és akkor jövőre ismét találkozunk az Apró Lábak Gála kapcsán. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és ne felejtjék, hogy akkor is értesítsenek minket, ha bármi rendkívüli szokatlant látnak az utcákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.